Egy lelkész házaspár, Pongrácz Máté és Pongrácz Győri Boglárka fogják nekünk most elmesélni, hogy hogyan is lettek Pongrácékból Vlográcék, keresztény tematikájú videó sorozatuknak köszönhetően. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Sziasztok! Szia! Köszönjük, hogy itt lehetünk. Vlográcék, hogy született meg az ötlet? Igazából onnan indulnék, amikor először kitört a pandémia, és megkaptuk felülről az utasítást, hogy a templomokat is be kell zárni. És azért ez egy éles váltás volt ahhoz képest, hogy vasárnapról vasárnapra, hétközi alkalmakon át nagyon sok emberrel találkoztunk egy hét alatt, és akkor eznek így vége volt. És gondolkodtunk már nagyon régóta azon, hogy hogy lehetne még inkább az emberekhez közelebb lépni, nem feltétlenül úgy, hogy személyesen kapcsolódunk hozzájuk, vagy személyesen találkozunk, hanem akár így az éteren keresztül. És akkor egyszer elkértem a Mátétól a teljesen egyszerű fényképezőgépünket, amin lehet videót is készíteni. Csináltam egyet a templomba, a kaposvári evangélikus templomba, megmutattam neki, hogy mit szólsz. Akkor lehet, hogy itt az esély arra, hogy ezt megcsináljuk. És ez tényleg így történt. És mit szóltál? Mondtam neki, hogy nagyon gyenge, úgyhogy vegyük újra. De hogy igazából volt rá időnk, és nagyon érdekelt minket ez az egész vloggerkedés, mert hogy volt egy-két kedvencünk, akit így néztünk, és arra gondoltunk, hogy hát hogyha ezt ilyen tök jól meg lehet csinálni, viszonylag egyszerű körülmények között, akkor próbáljuk meg mi is. És az elején még csak a gyülekezeti tagoknak Kaposváron csinálgattuk, és aztán egyszer csak fölfigyeltek ránk, és megkértek, hogy hát csináljunk nagyobb plénumnak is. Ezek szerint akkor bőven volt rá igény. 30-40 videó van már a hátatok mögött. Hogyan fejlődtek ezek? Milyen témákat dolgoztok fel benne? Igyekeztünk azért olyan témákat előhozni, ami kapcsolódik a munkánkhoz is, de ugyanakkor meg azokat az embereket is szeretnénk megszólítani, akik nem feltétlenül gyülekezeti tagok, vagy nem feltétlenül kapcsolódnak egyházhoz. Úgyhogy igyekeztünk így vegyes témákat előhozni, úgyhogy egy kicsit beszéltünk a családi életünkről, hogy hogy lettünk házasok, hogy éljük meg az anyai, apai szerepeinket, milyen egy lelkész napja, például azt is bemutattuk, az nekem kifejezetten kedvenc videóm volt, mert akkor bemutattuk, hogy egy vasárnap mit csinálunk, és bemutatjuk a nézőknek, de ugyanakkor meg olyan témákat is szerettünk volna, amikor egy-egy ünnepet kiemelünk, akár húsvét, akár pünköst, és azt egyszerű nyelven elmondjuk, hogy nem valami ördögtől való népszokásnak az eredménye egy-egy ünnepünk, egy-egy egyházi ünnepünk, hanem akkor amögött van bibliai tartalom is. És a kedvencem nekem az, amikor a nappalinkba behoztuk a kis betlehemes bábuinkat, ami a templom előtt van egész adventben, és akkor ott volt mellettünk Mária, meg József, meg a Gáspár Menyhért Boldizsár, és akkor ott bemutattuk, hogy akkor kicsoda, hogy ne csak megnézzük, hanem tudjuk is, hogy éppen melyik szereplő az. Na, fantasztikusak vagytok. Mi az egészen a missziótok? Az üzenet, amit szeretett, mondjuk nektek nyilván nem kell a missziót megmagyarázni, de hogy amit közvetíteni szeretnétek. Amit az előbb is mondtam, hogy tényleg olyanokat is megszólítsunk, akik vagy egyáltalán nem is olvastak Bibliát, vagy egyáltalán azt sem tudják feltétlenül, hogy mi az az Isten, mit ünneplünk egyházi ünnepeken, úgyhogy igyekeztünk ilyen egyszerű köznyelven megmondani, vagy elmesélni azt, hogy mi mit élünk át egy-egy ünnep kapcsán, vagy egy-egy olyan téma kapcsán, mint például az Isten, Jézus, Szentlélek, azért általában ezeket ilyen szitokszóként is használjuk, és akkor próbáltuk ezt így elmagyarázni, mint egy hittanóra, csak kicsit felnőttebb variációban. És bocsánat, de hogy az ilyen sztereotípiák lerombolása, az nincs ebben az egészben benne? Mert azért szerintem az emberek fejében él. Dehogy nem, tehát ez a célunk, hogy amit mi hiszünk, amiben hiszünk, akiben hiszünk, ezt úgy meséljük el, hogy a legegyszerűbb módon, és ugyanúgy a világ is beszél ma, mert az Istenről lehet úgy is beszélni, teljes köznyelven, normálisan, nem kell feltétlenül templomban, mise, vagy Isten tisztelet keretében erről beszélni. És az például, hogy lelkészek vagyunk, hogy akár a női lelkészséget egy kicsit megmutatni az embereknek, akár azt, hogy lehet hogy egy lelkész pár. Pláne egy lelkész pár, pláne mi is hétköznapi emberek vagyunk, akik nem mellesleg egyébként vasárnap az Isten tiszteleten Luther kabátot ölt és abban prédikál. Tehát, hogy egy kicsit ezt akartuk megmutatni, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mi is családos emberek vagyunk, nekünk is vannak problémáink, gondjaink, de ugyanakkor meg milyen jó, hogy erről beszélhetünk, hogy... Most, ha jól tudom, akkor egy kis szünetet tartotok, viszont készültök valami
gasztrosóval? Készültünk azzal is, de mivel, hogy költözni fogunk, egy új gyülekezetbe kerülünk, ezért aztán ezt elsodorta ez a váltás, de rengeteg sok tematika van a fejünkben, mert hogy nagyon sok visszajelzést kapunk édesanyáktól, kisgyermekes anyukáktól, szülőktől, apukáktól, és mindenki javasolja a legjobb témáit, úgyhogy van egy hatalmas nagy csokor, csak ugye mivel nem ezzel foglalkozunk fő állásban, tulajdonképpen ez nekünk hobbi, egy játék, így hát most egy picit másra kellett koncentrálnunk, de szeretnénk augusztus közepétől, szeptember elejétől elindítani újra a műsort, és már most beszéltük is Bogival, hogy lehet, hogy az az első témánk, hogy egy lelkész is költözik. Fantasztikus. Hát én nagy izgalommal fogom várni, az biztos. Köszönöm szépen, Bogi Máté, hogy eljöttetek hozzánk, és valami nagyon tutiba nyúltatok, és látom, hogy van rá igény, úgyhogy hajrá, hajrá. Köszönöm. A lelkesedés az ne hagyjon alá, és a profizmus sem.